Gondolom éjszakon van. Igen. Jó. Menjünk éjszakra. Éjszakra hív a nagy folyó. Csá. Ne ijeszgessél. Bocs. Hoppá. Eléggé vicces volt az én érzetemből, segbe lőttem és így fordítod, hogy áh! Au. Ja, izért rögtem, hogy hogy elrepült a hulla. Bastard. You arrogant child. Meg ilyenek. Igen. Csak gondoltam, hogy mozgok, hát meg ijesztelek. Ja. Na nézzük, hova vezet ez az akármicsoda? Pist ki. Tedd be. Tedd be azt mondani. Milyen furcsa kulcsuk. Na és ezt kell forgatni. Hova vezet? A más világra. Nem. Sajnos nem oda vezet. A csudi mudiba. Idehoz. Idehoz? Ide labirinti a neba. Ide a labirinti... Az a nyelvtan. Az. Labirinti Jánosba. Labirinti Jánosba. Igen. Szeretnék én is elteleportálni. Jó, gyere. Elvileg már nem állok ott, úgyhogy... Ja. Nem történhetnek furcsa. Most gyakorlatilag ide visszózunk. Igen. Ez egy átverés. Hát... Szó-szója. Hát gondolom azért, hogyha úgy csinálod, hogy a... Gondolom, hogy az Undying King-et ugye megölöd az elején, nem veszed tőle a kulcsot, akkor így nem maradják ki a... mocsári létből, hogy akkor megvan a kulcsa, és akkor innen se tudsz menni a mocsárba. Mert akkor gondolom nem nyitná ki a kaput. Igazából a gyorsabb végigjátszás az pont lesz, hogy megölöd. Igen. Na. Oda kell eljutni, oda. Majdnem elmentem balra. Én is így néztem, mondom most egyenesen vagy balra, baszta. Gondoltam, hát hogyha te előre mész, akkor megyek utánod. Ha meghoz, megyek utánod, tehát... Mindjárt jöhetsz. Mm-hmm. Gyere, várod itt. Jó. Így van a... Nézd, nagy piramis fej. Jaj, de jó. Kicsit olyan érzésem van. Mondom, ez még mindig furcsa kulcsuk. Tehát belegondolsz, belrakod, az basszus elforgat nem kell. Hiányolom. Jaj, jó kis erdő. Aj, de jó lesz. Erdőn szélén jó a kedv. Ott lakik a barna med. Munkás várán van ezzik, ott nézett ki zírnyi mig. Erdőn szélén jó a kedv, ott lakik a barna med. Aj, ez is milyen régi zene. És ez még annó Katamori csatornáján volt. Igen. Lehet, most is ott van. Képest elég sok mindenket megváltozom már véleménye Katamariról. Nem tudom. Nekem mindig olyan kicsit olyan fura volt. Jaj, tudom már, jaj, itt lesz az a hülye... Ja igen. Tehát... Mikor először játszottam ezt a játékot, így végigmentem minden, és akkor ugye megtaláltam azokat a harangokat. Igen.
És akkor én mondom, hogy ahogy így nézem, hogy ahogy ezt nekem így honnan kéne tudnom ezeknek így a kódját. Az is egyik falon van rajta, itt a legelején, ha jól emlékszem. Hát igen, itt a legelején, ugye ott a kristály mellett, hogyha balra elmész, akkor ott egy csontad, és annál van egy napló. És azokban van leírva a kód. Tehát és így úgy voltam vele, hogy oké, ezt így honnan kellett volna tudni? Tehát honnan kellett volna így észrevenni, hogy ott balra mellett ott van a hulla. Ráadásul elmondom neked a shit point, nem biztos, hogy megtalálod a kódot. Jaj! Csá. Hi. Itt mögöttünk. Mi? Csak azt láttam, hogy 900-t hirtelen zsebeztem, mondom, mi? Bevált 5%. Bocsi. Sem. Kigáncsoltam. Imádom, hogy mikor leesik, ilyen pénzhangot ad, de igazából ez scrap. Mindig átverve érzem magamat. Jó, az nem törhető. Pedig én megpróbáltam. Én mindent megpróbáltam. Refplay, igen. Én megpróbáltam. Én minden megpróbáltam. Én egyszer-kétszer belenézgettem a livestreamébe. Mondom, jó, van egy kis agyhalálkelna. Megnézem. És hát nagyon kiakasztó a srác néha. De néha meg ilyen normális. Van az a része is, de nagyon ritkán. Igen. Itt összeszedtem mindent. Ott be nem lehet menni? De bementem, benéztem, de Iron volt csak bent. Iron Lady? Kis vas. Fussunk. Na hát, hogy ezt a Slayer armort kéne felhúznom, vagy a Bloody... Na minden, mi meglátjuk, hogy mennyi anyagom lesz. Drogos. Mennyi anyagom lesz, te drogos. Engem annyira nem sebezne, pedig egy Dodge armor szettem van. Akár nem lehet egy kicsit rázumolni a térképre? Na mindegy. Na, nem gond. Merre? Szerintem menjünk jobbra. Jó. És így elmész a másik jobbra. De nem az a jobbra. Ez most ilyen quick shot volt tőlem? Lehet. Hát így támadott volna másik, nem tudom, hogy te lőtted le, vagy én. Valami mellé lőttem. Hajjak. Miért hajolnak ezek be ennyit? Nem hiszem el. Valahogy érzi, hogy mikor kell lehajolni. Egyik át lehet verni, rácélzó után magától kitér. Ezt kell megvárni. Kis vas. Ha megvárod, akkor tök jó. Jaj, nem. Várjál. Ez is egy másik, mert van három ilyen harangos rész, amit meg lehet csinálni, és mindegyiknél máshol van egyébként elrejtve. Igen. A megoldás. Én tudom, hogy itt ennél lesz, ezt kellene hallgatni, csak nekem nagyon botfülem van. Nekem is. Úgyhogy az a gond, hogy ezt sajnos le kellett csalnom annak idején. Mindig is utáltam az ilyen hangpuzzle-öket. Átrált a kis biztolyra, azt kipróbálgatok párt. Hm.
Föl fogom baszni magam, készülj föl. Egyébként elmondjuk egy slussz point? Na. Látod, hogy ki furuljázik? Nézd meg jól. Azt a végigjátszásomat megnézted, és ő támadott meg. Oh. Na, az érdekes. Most ismertem én is csak föl. Akkor beaktiválom itt ezt a követ. Krisztalt, jó. De sok felé lehet menni. Ide jövök. Utána most megnézzük ismét azt a feladványt. Hátra venni fog még egyszer. Egyébként valamilyen nekem is botfülem van. Persze gitározok. Köcsög, én is hallottam. Nem tudom, hogy hol van az eleje. Azzal van a legnagyobb bajom. Hát így emlékek alapján gondoltam, hogy mondom, hogy így hogy volt? Mondom, hogy 1-2-3, meg... Tehát valahogy emlékeztem, egy hogy 6-6-ot kellett valahogy lőni. Igen, valami ilyesmi van nálam is. Heart of Wolf. Na. Ezt mit tud ez a Heart of Wolf? Már felejtettem. Wolf. Wolf. Van egy kis staminát, meg movement speedet, ahogy a magyar mondja. Hát igazából nekem az pont jól jönne. Mm-hmm. Mert most nekem a range van, de most a range-et nevelem. Ja. Yeah. No. Jó, adott egy kis staminát. Azt így látom, hogy a hillem mellett ugye bár, mert mind a kettő egyenlő. Hát gyakorlatilag adott rám egy 25-öt. Kösz. Nem is annyira rossz. Ezt ki lehet nyitni innen vajon, vagy ez a túloldalról? A másik oldalt látom a pöttyöt. Na, jó. Hal az énnek, akkor nem lehet arra elmenni. Van még egy érdekes ilyen érdeklődésem, hogy mi történik akkor, én ezt a csávót kinyírom, aki a zenét játszom. Hát, próba. Semmi. Ja, elhalkul. Kőtapi. Már a fegyverem nincs feltöltve. Ó, oh, az anyádat. Mindjárt látom, hogy mellét beteleportál. Tehát, hogy így tám meglövöd, tám valamit csinál. De én rálőttem, és így azt mondta, hogy nem. Jó. Úgy tettem észre, hogy pont így mellettem ment el. Hello. Na jó. Igen. Ja. Szevasz. Ezek nem szeretik az ázsiai férfiakat. Ne jó, hogy nő vagyok. De én ázsiai férfi. Én meg nő. Ezért mondom. Ezek itt csak kanosak is lehet. Mondom. Hello. Aztán én is a számszerűet. Jó.
Két van egy tök jó páncélzat, azt nagyon szeretem. Fönt. Ah, látom. Hogy a lábába állítottam. Kicsit az Ace Ventura-ra emlékeztet. Látom, hogy nyújtja nekünk az EP-jét. Az se rossz. Nem tudom, mi van a kezébe, ezért mondtam azt. Itt most kivételesen semmi. Mögötte. Annyian hiányolok egy kettő ilyen fegyvert ebből a játékból. Ott. Van egy olyan sejtésem, hogy utólag tették be a közelharcot. Nem valamennyien érződik. De valamivel védekezni kell, hát annyira esélyt. Jó, akkor rakunk bele pár baltát. Meg dolgokat, meg. Várjunk, biztos erre menjünk? Hát mindegy igazából. Tehát, hogy nézzem, lesz ott egy út, ami ugyanabba visszavezet. Másfelé meg most egyedről nem tudunk menni. Úgyhogy... Traveling now! Egyébként azt bírom, hogy 5 órán át a hílelős maszk volt rajtam. És ugye el voltam vele 5 órán keresztül a játékban. És tudod, ez a pillanat, amikor... Ja, hogy van nálam heal. Igen. Jó, hogy használni is kéne. Ja, bocs. Elfelejtettem. Ez nem volt benne a számításaimban. Aha. Jaj, ezt annyira nem szerettem. Én sem. Hát jó. Ennek is meg kell történni. Ja, bocsi. Ez haver volt, na mindegy. Au. Jó, hogy te onnan az oszlop mögül jó van, hogy így letalált a dárdájával, jó van, oké. Okay. Jön a nagy darab is, vigyázz. Ja? Vagy kettő van? Ah, van itt 3 is. Köszönöm a benézést. Jó. És utánad mentek. Haló? Kaptam egy trade pontot. Tényleg. A trade pontok miatt megérte. El is költöm quick hand-re. Érik. A szőlő hajlik a vesző. Érik már az a 25%. Na. Hirtelen tudod, így nézem, hogy miért nem tud meg a karakterem, utána rájöttem, hogy egyébként az S-et nyomtam. És így hátráltam. Az egyik ilyen nagy darabot el kéne. Ah, most azt kezdtem előni. Na mindjárt jön ide előre. Aha, már jön. Melyik? Az a dard dobálós köcsök. Megbotlott. Bocs, segbe szúrtam. Jó. Oké, pillanat. A
feje gyenge pont. Aha. Hú, de rossz a szélzeg. Szomszédság, mennyire lőföldözik. Elektromos nyilván. Aha. Ezt ugye is éreztem. Oké. Okay. Nagyon rövid van. Igen, látom. Nem akartam volna healani, de most van mindegy. Egy olyan sejtésem, hogy a maszkot le kell róla szedni. Wow. Nem tudom, mi volt ez. Ezek szerint nyertünk. What are you, my options? I serve what you do. I suspect that is true. I know your kind. You are Paxoltek. Az. Outsider. Paxoltek, jaj, megint ezzel jönnek. Igen. Már kezdtem unni régebben is, little most már még inkább. For now, good. Kecske istenség. The Paxoltek Ford. Nézd azokat a kecses patákat. It is for him I speak to you at all. But Ford is gone now. They question him to find us. Your sympathy is welcome. A queen keeps him in her ziggurat. Ziggurat is easy to find. Ford is not. Teljesen jó. És ki az a ziggurat? Azt már vágom, hogy ki. This one is Navun. This one is... Te ki vagy? Navun. Navun vagy. Once in truth, it is immortals we fight. The progenitors of the noble lines. The nobles themselves are deceived. The empress gives them long life. Kicsit hiányom ebbe a játékba a szövegdobozos részt. Nem tudom. Hogy ki van írva, hogy utána így a szöveg felé, hogy mi a neve, meg ilyesmi. Sok játékból hiányolom. That their place is preordained. But immortality is a lie. The tree that gives the ruler's life is dead. For many turns. One of your centuries, perhaps. Nobles trapped his men in a cave. I found Ford far from the cave. I wish I could help him now. But too much is at stake. Yes. Azt hiszem, ha vele beszélgetünk, akkor mi kapunk valamit. Give us aid. Nem vagyok benne biztos. He said last time he came was but nobles knew. I was a sentry of the Empress. It is many turns since I ate the fruit. That is a long story. Do you really want to hear it? For ages upon ages, fruit of the day, the noble suspect, I... Meghallgatom, igen. Skip. Yet I continue a noble thought. Difficult supplies dwindled finally to the villagers were... Innocent, may you find what you seek. Belétek is. Ezeknek a fejét nézd meg alaposan, mert nagyon parák. Jézusom, kiakasztom. Enyhén. Vá! Na akkor, nézzünk tovább. Nem hagytunk el itt semmit? Senki nem dobott el, de hogy nem dobott egy kis lumenitot. Egy kis lőszer, jó. Képes nélkül mennyire bot egyszerű sztoria van maga így az egész franchise-nek, a világ egyébként úgy tetszetős nekem mindig. Ja, hát az jó. Csak... mondom, hogy kicsit a játékmenettel vannak nekem problémáim, úgy... Amint a lövöldöző rész az nagyon jó, csak tényleg a közelharc az... Az előző az... rész pont ezért ajánlom. Az például direkt csak a közelharcra fektet. Igen. Mondjuk az sem a világ legjobbja, meg alapból rövid a játék.
meg az Aslanra emlékeztet. Nem tudom, hogy kell kimondani. Van egy másik ilyen Souls-like-os játék, csak az Aslan, azt hiszem úgy kell kimondani. És abból ugyebár nem is emlékszek, hogy pontosan mi így a történet, de ott annyi, hogy valami fény a lényeg, hogy valami fény kell fölébreszteni. Mm. Ott annyi maga, hogy összvisz a történet. Kőtapi! Jézus. De jó nagy térkép lesz ez is. De egyből már vágja hozzám a kardokat, meg késeket, meg. Legyebb hívjon meg egy teára. És utána beléd vágatja a kést. Igen, utána megengedem. Hát jó. Jaj, hogy te itt vagy a sarokba! Ú, bazzeg. Lenne a fegyvermet erősíteni. 140 sebzek csak. Mm. Úgyhogy 70 sebzés van rajta alapból. Pusoljál rá, nem visítozol ittene? Sötétben, éjszaka. Éjszaka aludj-e? Ja. Éjszaka nem üvöltözünk. Hello. Csönd. Nem üvöltesz. Watch my back. Aha. Nézd a hátam. Vagy a köpenyem. Ez olyan, mint a cover me? Igen. Jaj! Mondom, ez a gyorsság az, ami ennél a fegyvernél nagyon megfelelő. Ó, oh, de ügyi volt a... köcsög. De egy ilyen vélem, hogy átoszaltózik, az pont fejellemem. Ez egy 10-10-es landolás volt, visszajöttünk. Ja, visszajö. Csak hogy legyen ez is felfedezve. Megáztattuk a lábainkat, így van. Na, meg ezek ki... Ezek fölstűntél. I'm running low. Évek alatt nem változtak meg ezek a majmok. Úristen, egy amulett. Storm amulett, jó volt. Ne felejtsem el. Ez azt hiszem... nem vágom aztán, de azt hiszem ez egy eléggé durva fegyver. Ha hozzád érnek, akkor támad. Megcsapja az ellenfél a vírám. És ő közel harciakat. Meglossom addig, jó? Jó. Ha sok damage-re vagy ellenálló, akkor röviden tömören ennyi. Azt hittem, hogy ez a másik. Hogy egy velem másik játék van? Lehet. Én nagyon gyakran annyi játékkal játszom, mindig valami játék kezem alatt, és oké, ez megvan valahonnan, de nem tudom pontosan. Na én ezért szoktam erről le, hogy egyszer ízé 5 vagy 6 játékkal játszok egyszerre. Az van, hogy 2-vel maximum. Vagy 3. De hogyha a harmadik az már ilyen izé legyen, ilyen online, vagy akármicsoda. Vagy legalábbis ne ugyanaz a kategória. Igazából online lövöldözős játékkal játszok. Alapból sztori jellegű játékkal megy most ugyebár a csatornán, azzal még folyamatosan játszok. A Danganronpa. Amíg megy, az meg a... De azt mondjuk már végig toltam, a... Prison Break. Nagy darab? Ja, elektromos. Láttam még egyet. Ide hozzam? Hozhatod, ja? Hát nem ögöltek.
Jó, én is a másikat. Kedves uram, megvált. Táncol körülöttem a hullája, mit csinál ez? Úristen, egy barlang, vajon mi lehet bent? Igazából bemenjünk? Mondjuk egy baromi nagy térkép, szóval nyugodtan. Még azért nézzük meg a többit, hogy nincs-e valami elrejtett cucc. Én azt hiszem, hogy tudom, hogy melyik térképen vagyunk, és itt a izé lesz még egy ilyen páncélárus, de előtte el kell jönnünk valamerre. Nem tudom merre, de valahova el kell jönnünk, hogy megszerzünk extra dolgokat. Jó. Hop-hop. Akkor arra megyünk. Call the fighter. Jaj. Jaj, de jó. Azt hiszem ez a másik harangos egy, de nem vagyok biztos. Lehetséges. Eléből nem tudom megmondani, az a gond. Találtam egy zombit. Vártam. Azt mondtam, hogy te nem szereted őket. Hát én nem. Na végre. Sikerült valakit eltalálnom, ez az? Annyira büszke vagyok magam. Így ezt kimondom, ez nagyon fájdalmas. Igen. Én ezt tudok lőni, anya. Ez az. Légy büszke rám. Ez esett. Nem ez felrobott. Ez így van. Ez dezintegrálódott. Nem akarok hülyeséget mondani, de... Ezeknek a szíva a gyenge pontja? Lehet. Az. Néha arra kapok kritet. Egy szemét vagyok, fölrobbantom a hátam mögött lévőt, és így előre ugrik miatta. Aj, az a repülés. Ja, tényleg itt Enternál orbot lehet megkapni. Mit is tud, ez overload shotnál. Jó, ez jó, ez jó jön. Ja, sok... sok ellenállás. Most jönnek majd a sokkolós dolgokja. Igen. De azért ne sokkolódj le. Tudom, ez néha sokkoló. Ja, ott is eljöttünk volna. Ja. Itt nagyon sok az olló. Nem is sebzem annyira. Pillanat, amikor azt látom, hogy te így átrálsz, hogy meg tudod így... Jó, hello! Én mindig nem adta meg azt a trétet. Én is hozok egy kis kiszta. Na. Checkpointjaimat húztam pont. Na mindjárt kész vagyok a quick handle, már csak egy pont kell. Tehát már jó lenne tényleg a... az a képesség, hogy... nagyobbat sebezzek a gyenge pontba. Én mindig nem adta be. Én nem mindig a hátát állom, mert nem tudom, hogy csinálom. Tudom, hogy így nagy idén van a hátám, de akkor is.
Ez egy látványos edzés volt tőlem. Mm. Azt láttam, hogy tudod, így elmész előttem, és pont akkor támadtam meg. Hunter's Band. Na majd mindjárt. Mondjuk jól hangzik. Elolvasom. Nem. Mm. Távolsági támadás plusz 10%. És a gyenge pontra 20%. Az... Á, nekem a stamina az jobban jön most. Na most átváltok, úgyis most távolsági vagyok egyelőre. Legalábbis addig, amíg azt a hülye weak pontot nem adja be. Azt mondom egy kicsit én például a távolságin, hogy mind a kettőnek legyen jó. Ez a teamwork távolsági, hát... Nem tudom, mit segít a csapat munkánál a távolság, de igazából nem volt levágás, ugye? Nem, semmi. Végigjöttünk, úgyhogy nem volt semmi. Akkor lehet, hogy boss lesz. Bossi? Vagy kidob a izéhez. Az erdőbe. Vagy az erdőnek a tetejére, ami ott a Robin Hoodoknál. Nem. Nem, ez valami... kisebb. Boss? Ja, valami boss roomnak néz ki szerintem. Térkép alapján, túl pici. Ja. Noble Rest. Menj előre, te hangod mélyen. Jó. Jaj, pont de jó. Ez a rázós. Jaj, lehet orvokat kellett majd gyűjteni. Megoldjuk. Kéne a maszkja, az jól néz ki. Anyád. Jó, belekezd. Te köcsög. Hello? Jó, elment. Az a gond még visszajön. Oké. Okay. Én mindesre elhúzom a csíkjaimat. Na jó. Itt egy bátor fajtás. Jaj! Gyere yes. Már ki onnan! Elfogyott a stamina biztos. Ja. Már mindig elfelejtem, hogy ez a lesz pannol, akkor sebez. Mm. Azután pont egy kis idő van, még nem szabadna eldodzsolni, mert mindig eldodzsolok. Mm. Ezt a bosst azért nem szerettem. És azt hiszem, ezt haverom győzte le elsőre. Tudom én is másikra. Nagyjából. Nagyon kell a tér, úgyhogy... Úgyhogy bekapok egy sebzést, és akkor utána mehet, igen. Jönnek a kicsik. Ja. Meg a denevérek. A denevér! Jön! Aha. Belemutok. Gyere szépen, Haladtad... Igen, tehát alatta vagyok, de azért kitalálja. Jó. Szarassuk az ilyet. El kéne innen mennem. És... Csak közelbe engedem őket, mert... Csak a izén van.
Ránk szóró. Legalább így. Ja, mindjárt megpusztul. Egy. Fölkeltesz? Aha. De mit hagylok? Egyébként nagyon valamikor ezt csinálod. Hát gondolom. Oh yeah! Oh yeah! Oké, okay. Nem kell ennyire ijjedezni. Oh, revive speed. Na, mondjuk lehet, az se lenne érdemes. Lenne egy hülyeség. Azt én föltoltam még előző karakteremmel. Látod, hogy... nagyon megért. Igen. Igen, nagyon jó. És így belegondolom. Igen. A healinget effektívé tudjuk tenni a Trigel. Az nem is annyira rossz, de annyira nem izgat. Most jelen helyzetben. Kap egyetek Weekend! Nekik vendel most vagyok meg 25%, úgyhogy... Ott csak a weak point kéne. Na. Úrnám úrnája. Jajjaj. Annyi ilyen kis scrap-es cucc van, hogy... Gyűjtegetni akarok, anya! Jó, hogy te már a végénél vagy? Ja, hát én eljöttem már erre felé, mert... Én már mennyien húzom az időt és sűjtöd a dolgokat. Nem gyűjtegetek. Kis 13 meg 20 scrap-ér, hazafele valamit sütni kell. Hogyne, egy kis scrapet mindenképpen. Itt még van. Nem tudom, ez a rég Dark Souls-os időkből is megmaradt ez. Hogy törhető tárgy. Gurulunk. Hát nem tudom. Dark Souls 2 után leszoktam erről. Hát mondjuk ott volt is ok rá. Igen. Szeretted törni a vázákat? Mit szólna, hogyha beleraknak egy kis mérget? Vagy ellenfelet? Én mondjuk megnéztem volna tudod a mimik? Azt hiszem az volt az. Igen. Én megnéztem volna egy mimik fajtába, hogy ilyen vázának álcázza magát. Voltak ilyen koncepciók, igen, hogy ajtónak álcázzák, meg vértócsának, meg üzenetnek. És akkor odamész, hogy megtapizni. Ha igen, hogy lesz, le akarták azt hiszem azért szoktatni az embereket arról, hogy vértócsákat megnézzék, hogy mi volt meg az előző emberke. Lol. Na jó ezt azért tudni. Csak aztán utána mondták, hogy nem, azért ennyire ne szivassuk már meg az a jó népet. Én meg úgy voltam, hogy a Dark Souls 3-ban azért, de azért meg kellett volna szivatni ennyire. Hogy igen, hogy eddig mindig megszoktuk, hogy igen, mindig csak láda lehet mimik. Legyen most más is mimik, de hát nem. Azt mondták, hogy akkor csak maradjunk a ládáknál, ne szívassuk már meg itt a játékosokat fölöslegesen. Igazából, tök őszinte akarok lenni, szerintem a Dark Souls 3 a legkönnyebb. Utána jön nálam a 2, utána meg ugyebár az 1. De ezt csak azért mondom, a 3-at az haverommal vittük végig, és eléggé kevésszer haltunk, meglepően kevésszer. Ja. Hát... Nem tudom, mert ugye az egyel ugye nekem annyi problémám volt, hogy ugye a Prepare to Die volt, és hát ott az egér, az valami iszonyatosan érzékeny volt. És nem tudtad izé beállítani. Hogy csak így hirtelen tudod, egy kicsit megmozdítottad, és már így hátul volt. Igen. Tehát így az úgy szenvedős volt, abból a szempontból. Kettőt azt azért szeret. Nem, mert igen, egy kicsit nehezebb, mint a többi. Meg türelem
sokat a türelem kell hozzá, cserébe hosszabb is. Nem, a kettőnél az volt igazából a fő gond, hogy tökre összes ilyen boss, ilyen minibossnak tűnik, de nagyon minibossnak. Olyan, mint ezekbe, amik itt a Luminárisárdot adják. Igen. És így, nekem ez így túlzás volt, olyan volt. De mondjuk más is csinálta, szóval nem is ugyanaz volt a készítő. Igen. Mert ugyebár a atya a Dark Souls-nak, azt a Bloodborne csinálta közben. Igen. Hát nem tudott fel ugyan a Dark Souls 2, igen, tehát így... Voltak is benne dolgok, meg nem is, tehát... Azért nem szeretik sokan a Dark Souls 2-t, mert az egy meg a három olyan szépen össze van foglalva, meg hogy igen, vannak rá utalások. Mondom, miért a kettőben nincs. Tehát a kettőben van pont annyi. A Dark Souls 3-ben például pont az ízét idegesített. Én mondom, jaj, aha, oké, okay, Anor Londo, aha, fasza, igen, jó, megint Zigmayer, igen, megint Napfénylovag, igen, mondod, valami újdonság így, nem, nem? Hát, hiányzott már valami. Tehát így Ctrl-C, Ctrl-V? Még a DLC-be is, tehát így betették a Dark Souls 1-nek az éjjét az egyik boss roomba. A Firelink Shrine-t. Nem jó van. Hogy igen? A Sekiro-ban meg elrejtették azt hiszem a egyik pálya részt, a Dark Souls-ból. Azon lepődtem meg. Hoppá, mi van? Itt az. Én meg kritikát lőttem mind a kettőre, 500%-kal. Na, az. De meglepődtem, hogy 900. Really? Azért nem sebzek ekkora. Hát ahhoz képest egy quick hand, nem érzem azt a 25% pluszt. Vagy nem tudom, na mindegy. Hibbering. Legvékonyabb gyűrű. Kaper. Ó, elemental damage. Ha elején találtam volna meg még a kettő kedvenc gyűrűm előtt, akkor úgy jó lett volna. Várj egy pillanat, hogy légy szíves. Jó. Meglettem zavarodva, jaj, bocsánat. Tényleg megzavarodtam, nem mondom. Két út van. Ja, de mind a kettő voltunk, vagy nem? És ja. Gondolkoztam, hogy biztos? Biztos, igen. Hát még ez van, meg ugye most a másik. Amit kinyitottuk a rövidítést. Most sokáig tudok futni, mit te mondjak? Mire mentem én még trét ügyileg? Nem, World Walking. Ja, az se rossz. Igazából sokáig tud futni. És ez csak ötösön van. Na. Eléggé sok egyébként az a pár százalék. Azt hiszem 7-et vagy 8-t ad hozzá most jelenleg az enyém. Menjünk be a napba. Ez az. Én gondolkozok mindig ilyenkor, hogy ilyenkor ki van világítva, csak ez a egy folyosó, és akkor másik oldal, meg úgy ki van világítva, vagy mi? Fene se tudja. Ki tudja, milyen trükkökhez folyamodnak ilyenkor a készítők. Én mindig ezeket hiányolom, hogy nincs elmagyarázva. Azt hiszem a Dark Souls-ban sincs elmagyarázva, hogy miért köd van egyébként a ellenfelek előtt. De legalább tudod, hogy akkor boss van, jó. Akkor már sejtem. Archer? Ilyen. Hát ez van kat. Vagy nem? Ja nem. Adj yourself! Hoppá. A nyakom! Áú. A nyakomat tenném rá. Most már biztosan. Jaj.
Jaj, nem állok benne. Megvan. Nem biztonságos. Ja. Megnézem itt a lenti részt. Láda! Egyébként... Igen? Ebben a játékban talán, amit nagyon hiányolok, az a tárgyátadás. Hát ja. Mert például van egy-kettő heal cuccom, azt például szívesen örömes átadnám. A sok ugri-bugri tapsi füles. Bal oldalt azt vett fel. Elementális orb, vagy eternal orb. Az jó, sok kell. Ne kerüljél sokkos állat. Ó, menjek. Kibuktattam. Bíró úr, kérem ezért ne büntessen. Szerencsét. Így neked ugrott. Te mire céloztál? Semmire. Csak véletlenül megnyomtam a balt. Ja? Vagy nem. Azon gondolkoztam, hogy mi a jó istenre céloztál. Megad is lehet, hogy megint rosszalkodik az egerem. Mi a csillagját, hogy nyomom a balkliket, és akkor beveszi a jobbat is. Volt nálam is ilyen, mondom még régebbi egereknél. Most nekem személy szerint egy olyan egerem van, ami színváltós, nagyon cuki, ja, nagyon cuka. Jó. Zsír. Persze, mert rózsaszín színű. Aha. Ez a bazé vettem meg, ma a DPS-t lehet rajta állítani menet közben. Hát... Ja, nekem meg, hogyha elromlanak az egerek, akkor így... Irány a bolt, 3000 forint, jó lesz. Átmenetileg. Ezek az átmenetek Billy. Szoktak úgy 10 évig tartani, igen. Philistone. El akartam olvasni, csak valaki fejbe lőtt. Te voltál az? Nem? Vagy a haverod volt? Valakik inkább. Ezek a macskok nem engedik, olvasson. Hogy olvas, olvasson az ember. Na. Olvas. Spirit. Stone. Spirituális kő. Jó, hát a fegyvernek a módosító sebzése 10%-a megnövekszik, meg a módosító regeneráció 25%-a a hordod. Oké. Okay. Várjál, itt még lenézek. Hát találok valamit lent. Ó, találtam. Láda. Ez az. Azt mondja, üööö. Azt találtam még egy lépcsőt. Ez az. Szerezd meg hát mind. Na. Az a nyert. Anya súrta a dodge. Ó, oh, az jó, mert én meg pont leugrottam ide. Á, sem elintézem. Tök... Elintézem, már mindjárt halálomon vagyok. Egyébként... Eltaláltál engem! Tényleg? Pedig igen, nem akartam. Azt hittem észre, hogy így hazad meg se támadott semmi, csak annyit teszek észre, hogy balra valami így hirtelen rám támad. Gyengi hát, pedig... Nekem azt mutatta, hogy azt találtam el. Jó, nagyon csebeztél rajtam, fél HP-mat levitted. Ja. Jó. Ez csak közel a halálhoz. Mégis oly távol. Jó. Én szerintem, hogy körülnéztünk. Ja. Valaki még mindig morog. Meg hümmög. Ki hümmög? Hol hümmögsz? Hát, hú, de sokan nem. Vagytok itt. Belőttem és senki nem talált imád. Te meg kettőn átlősz. Mm.
Igen, lehet sokat segíteni, ha lehúznám a redőnyt, de mindegy. Milyen sötét részekni. Na úgy helyezted el egyébként a gépedet? Na nem, csak ugye... Függetlenül attól... Jön be egy minimális fény, aztán amikor olyan sötét helyekkel játszok, akkor így unyarítanom kell, hogy mi van, aha. És amikor lehúzom teljesen, és tényleg sötét van, akkor meg már mindent látok. Skyrimben is ezt utáltam a legjobban, amikor így megyek jobbra-balra, oké, igen, bemegyek. Barlang, fasza, és akkor aha, lószart nem látok, jó van, akkor le kell húzni a redényt. Vagy light magic, tehát. Én már úgy vagyok vele, hogy jó van. Én kiváltképpen régi képen még úgy volt elhelyezve. Így pont besütött a nap, és nem láttál semmit a képernyőből. Nem tök jó, tudod ez a pillanat, hú, van egy kis időm, játszom mondjuk egy kis Slendert. És akkor játszok, és akkor annyit az kész, hogy most sötétségben vagyok, lámpa nélkül, vagy egy erdőben vagyok, zseblámpával. Nem tudtam eldönteni. Na, fő ellenfél megint. Utána most, hogy úgy a teljesen most így a dolgok, hogy pont így a ablak mellett van most a gépem, de nem süt be sehogy se a nap. Yeah. Sőt, valamiért ez a nagy ablak nem ad semmi fényt. Ez a ráadás, hogy utcára nyílik, de nem ad semmi fényt. Szóval úgy voltam vele, jó, akkor becsukom, mert igazából nincs semmi értelme, hogy nyitva legyen meg, hogy egyáltalán bárhogy legyen. Bemehetünk. Na, menjünk. Azt hiszem, ez nem is boss. Ez csak egy ilyen wave-ra osztott támadásos. De jó lesz. Legvégéhez el kell menni és majd ott kell beaktiválni a cuccokat, de valami sok dolog van, amit széjjel tudsz törni. Na. Nem is nyitom amúgy semmi ez. Néztem, hogy valamit hallok, csak nem... Na, én is mondom, hogy hallottam, én ránéztem az ajtóra, mondom, milyen, hogy az ajtó így fölvillan, de... Azt hittem, mondom, hogy még az ajtóhoz oda kell menni. Jó. Yes. Csak én tudtam én nem ugrani. Levegőt kérek! Nem, nincs vége. Jó. Szépen megcsaptam. Burn to the fire. Hú, de vannak itt még. Az igen. A pillanat, mikor egymást támadják, és van egy percem. Ez az. Yes! Oké, kicsit hílele. Jó. Megnézem az ajtót. Jó. Megnéztem az ajtót. Jó. Ezt jól lehoztad. Új ruha. Igazából egyébként ez az egyik legjobb, a másik legjobb ruha. Nem akarok hülyeséget mondani, de tényleg második legjobb, ha jól emlékszem. Ma alapból 62-es.
Csak a fejes, de az a helyzet, hogy annyira nem rossz, mert maga amiket ad egyébként, az baromi királyak. Hát majd lehetséges. Damage-et eléggé szépen növön. Mm. Slayer-t is meglassan már, mert azt sem néztem meg. Ez is növeli. Kb. Ugyanolyan a kettő. Annyi különbség úgy bár, hogy a Slayer-ben nehezebben vesznek észre, ha jól veszem észre. A másiknál meg ugye bár a sárkány szív az többet ad. Igen. Ja. Yeah. Akkor ez is megvolt. Tigris Bookfence. Akkor menjünk a második monolithoz. Hát körbenéztem, itt tevileg semmi nincsen. Oké, menjünk vissza. Waiting for other players. Megint kezdtek? Akkor volt 13. Nem. Jó. Te játszogatok. Jó van. Én csak itt ahogy így megnyomtam az ebet, hogy mondom, jó van, biztos lesz majd valami. Mm. Azt már választottál. Mondom, yeah. Jó van. Oh. Oh. Na, közben eltöröm már a hátamat. Azt az éne. Ropogtatom. Olyan ritka emberek közé tartozok, akik tudják ropogtatni az összes testrészüket. Azt a pillanatot, amikor felemelsz valamit, és minden egyszerre megroppant. Mm. A többiek ölted. Mi a rákon volt ez a hang? Nem tudom. Ne tőlem kérdezz. Na, most van egy új sniperünk. Meg a Heave Cannon. Na. Meg van itt sok... sokkoló képességek. Kalapas 15-ös. You're done here. Lift for well. Submachine gun 15-ös. Take care, my friend. Kaptam egy újat, ez pedig a... aha, a recoil-t csökkenti. Hm. Kaptam egy ilyen trade pointot, mondom, jó van. Ez annyira nem tűnik jónak. Hm. Igazából azon gondolkoztam, mivel nálam van az a gyűrű, ami kritikus sebzést ad, és van ez a Kingslayer-re tudsz. Az föl tudom 20-asra. Az 25%-kal megnövelné maga esélyét a kritnek. És minden 5%-nál, amikor kritet csinálok, akkor az még plusz izé. Nagyobb valószínűséggel tudnék akkor kriteket csinálni. Jó, jól hangzik. Jól hangzik, ötletben nem is rossz. De a quick handet azt még kitolom azért 10-esre, utána majd neki kezdek ennek. Most jelenleg akkor ez sokkal jobb. Kritikus sebzés ügyileg. Critical hit. Oké, okay, hát akkor most fire vagy közelharci? Fire! Ez a 24-et tudok vele most már sebezni. Take care, my friend. Jaj, igen. Sárkány szív? Szerintem nem. Mostanában nem. Meglasom. Portal. Nem. Pluszban egyébként Luminai kristályom sincs. Nincs. Most azon gondolkozok, hogy a gépfegyvert meg kéne szereznem, mert én nem szereztem meg. Nem adta be a kulcsot, vagy? Az első pályán ott az asztalon. Hát úgy voltam, hogy gyorsan eljutok addig, ameddig. Mm.
Be safe out there. És azzal voltam leginkább elfoglalva, de egy trade pontot itt tudok szerezni. Aha. Szóval ez megéri. Hát akkor ezt is félre rakom. Látom egy magnót, és ha azt lejátszod, akkor ezt a hangot adja ki. Mm. Én megvan Fuse. Ez az. Na akkor addig megyek. WC-re, aztán mindjárt jövök. Oké. Okay.